Jó napot kívánok! Ma abszolút hallásunk lesz. Segítségünkre lesz Tövisházi Ambrus, az Eklektika új lovasa. Tanult kollégám találó szavaival élve Tövisházi Ambrus egy igazi világvízumos tehetség. Ő alapító zeneszerzője az Amor Fördögök nevű zenekarnak, sőt, ő maga Erik Szumó. Ez az abszolút a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Igazából a Péter Fiborinak csinálunk, az énekesnőknek csinálunk egy szólólemezt, amin szeretnénk azt, hogyha a kórus is szerepel a CD-n is, meg a bemutató koncerten is, de sajnos ő nem tudott eljönni, mert állandóan színházazik most is, úgyhogy most a Szabival reprezentáljuk itt az alkotó magának a meglevő részét. És akkor két dolgot néznénk most meg, akkor azért Péter elmondja. Ez igaz effektet? Aha. Egy effektet kéne csinálnunk, úgyhogy itt ketté válunk, és ez a része más csinál, és az a része más csinál. Én azt szeretném, hogyha lenne egy kitartó, tehát egy ilyen vékony látszínom, tehát egy és egy olyan, hogy Boris kell énekni, nem ilyen hangénekel, nem ez. Az Amor Fördögöknek a története az mindig ilyen cirkuszi dolgok körül forgott, tehát igazából sose voltunk komolyan vehető zenekar, hanem mindig kicsit ilyen cirkuszi látványosság volt, és akkor ehhez nagyon jól illeszkedik egy ilyen 40 fős kórus. Most ezt nem tudom reprodukálni, de van egy, a basszusban is egy ilyen egy ilyen oda-vissza menés. Próbáljuk meg ezt, jó? És akkor megpróbálom nem elrontani az akkordokat. Mennyire fontos az, hogy mindig bevegyetek valamit a zenébe, ami az alapfelállásban nincs benne? Hát a férfi kar az most azért is fontos, hogy néha ír nagyon patetikus dolgokat az ember, amit hogyha saját maga énekelne el, akkor az nem tűnne olyan jónak. De viszont, hogyha egy ilyen férfi kar, akkor az úgy előadható. Tehát ezért kell sokféle szín, mert van, amikor... Igen, tényleg, például volt egy olyan számunk, az a Zarándok évszakok volt, nem? Hogy énekelgetünk én is, meg a Szabi is, valahogy ilyen, ez nem lesz jó. És akkor gondoljuk, és akkor kitaláltuk azt, hogy egy férfi karének is tök más karaktere van úgy a számnak. Nincs mélyen a szemembe, tedd a kezem a fal zsebembe, hajolj be a hajamba, dúdold bele, hogy labamba. Nézd mélyen a szemembe, tedd a kezem a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, dúdolj bele, hogy labamba. Jó, az jó lesz. Hajolj bele a hajamba. Hát ez a legújabb, ez már a Boris lemezre. Mert most nekiálltunk, most hogy nincs az a morf. Most így nekiálltunk a nyomán, hogy még is csináljunk már valamit együtt, és akkor kitaláltuk, hogy a Borinak csinálunk egy lemezt. Mit jelent ez, hogy nincs most az a morf? Hát most felfüggesztettük a működésünket, ennyi jó ideig. Egymást? Hát nem koncertezünk, de attól még ugyanúgy összejárunk és csináljuk a dolgot. Mikor a Borinak adsz szavakat összejárva, akkor máshogy fogalmazol? Vagy később osztjátok ki a szerepeket, ami ráillik? Most nagyon így kell gondolkodni, hogy mit gondolnak a lányok ezt kitalálni, és akkor... Hát nehéz. A női újságokat kell olvasgatni. Például, ami valami nagyon szerelmes és érzelmes szám lesz, akkor az biztos, hogy csak lány énekelti el, mert hogyha én, hát az kirőgik, tehát az... Tehát akkor lesz jó. A feminin énet, hogyha dalra fakad, akkor azt passzolod. A háztartásbeli énem, igen, az abszolút előjön ezen a lemezem. Büszke gyárfa, mint hát az
az volt a baj az Amorfan, hogy nem tudtuk mellőadni ezeket a számokat, mert egyszerűen nem elfogyott a kakaó, tehát nem volt hiteles, mert kimentünk is, akkor én például azt éreztem, hogy meghalok a színpadon, mert így beleadok mindent, ezek meg ott, semmit nem csinálnak. Persze lehet, hogy volt fordítva is, de nem volt így. Ott botolt el, hogy sokszor elő kell adni, állandóan koncertezni, és mindig ugyanazokat a számokat játszani, és mi nem vagyunk azért ennyire dörzsöd profik, hogy ezt jól tudjuk csinálni. Csokolom. Ez a művészbejáró? Igen, ez a művészbejáró. Margit mind egyébként nagyon szereti a zenét, vagy a zenélek. Tényleg? Fura. Mindig reklamál, hogy zenéjünk már. Menjünk be. Na, úgyhogy ez a kis aglegény lakásom. És ez itt a műhely. Most nincs nő már egy ideje, ez az egy nő van, úgyhogy hogy Sandy Vermona hangszer. Egy vincelebi barátomtól kaptam, nem régiben. Hű, de régi. Sandy, nagyon szép hangja. Nagyon szeretem a régi hangszereket, és ez például egy, ezt az ősvezetére vettem, 6000 forintért egy cigány bácsitól. És ez pedig hihetetlen módon, én azt gondoltam volna, amikor hazahoztam, hogy nem fog működni, de ennek ellenére szuperül működik, az összes billentyűje jó. Ez pedig egy elektromos harmonika. Beindul a motor. Ez valami hűtés benne, vagy micsoda? Ez egy kompresszor, nyomja a levegőt. Mennyire vagy te ilyen irányító alkat? Tehát egy zenekarról mennyire szereted, ha úgy mennek a dolgok, ahogyan te találod ki? Hát, más szituációt nem tudok elviselni. Tehát volt egy pár próbálkozás, hogy már is zenekarokban játszottam tagként, de azt nem voltak hosszú életűek ezek a dolgok. De hát mindezektől függetlenül is nem vagyok elég jó irányító, tehát csomószor nem tudom eléggé motiválni az embereket, de most az Erik Szumó zenekar az a szerencsés helyzet van, hogy nagyon jó csapat összeállt. Akkor nehéz, amikor egyébként is az élet is nehéz, akkor nehéz a zenekart is vezetni. Most, hogy nem nehéz az élet, hanem jól érzem magam, most jó a zenekarban is. És ez olyan, mint egy családban, hogyha van valami feszkó, akkor azt meg kell beszélni, vagy meg kell oldani, mert különben nem fog előre gurulni a dolog, ahogy kéne. És, vagy egy szerelmi kapcsolatban is pont ugyanez van, és a zenekarban is pont ugyanez van, mert nagyon, nagyon erős lelki kötelék az, hogy valaki kell kiáll színpadra, és zenész velük, és kiadott saját magadat. Hogy viseled a kudarcot? Hát nagyon rosszul. Azt nagyon ha van egyáltalán, azért pszichológus sok is. Egyszer voltam egy ilyen pszichológiai teszten, és mondták, hogy a kudarc tűrő képességem nulla. Ez volt az első mondat. De... hát igyekszem ezen változtatni. Igyekszem... hogy is mondjam... ilyen különböző tréningekkel arra rávenni magam, hogy ne sértődjék meg fölöslegesen dolgokon, vagy ne forduljak be fölöslegesen dolgokon. Ez is ilyen kiskorból származó tulajdonság. Tehát ahogy így visszaemlékszem, gyakorlatilag 5-6 éves koromban is pont ugyanúgy viselkedtem, tehát pont annyira durcás volt. Pont igen, így vagy a felnőttkori bölcsesség azért finomít a kontúrokon? Hát valamit finomít, de igazából. Tehát én azt mondom, hogy ilyen 5-6 éves kor után már nagyon változik az ember. My Rocky Mountain waiting for me. I'm aware. Hát én 6 éves koromtól kezdve egedülni tanultam, aztán később zongorázni, de igazából sose vettem ezeket annyira komolyan, tehát nem voltam egy ilyen nagy lelkes gyakorló soha. Úgyhogy már akkor is mindig azon gondolkoztam egy kiskoromban. Egyébként szerintem ezek a dolgok eldőlnek ilyen a 6 és 10 éves korok között az ember. Én lusta voltam gyakorolni, nem utáltam gyakorolni. Mindig így játszogatni szerettem, meg így kitalálni dolgokat szerettem, de gyakorolni mindig nagyon lusta voltam, úgyhogy nem is sikerült a komoly zenei pálya, hála jó Istennek. Mi zajlik le benned, amikor írsz egy számot? Pont most gondolkoztam ezen, hogy tudok számot, én elég lassú számíró vagyok, tehát nem, így lassan születnek a dolgok, nagyon nem vagyok nagyon produktív. És rájöttem mindig arra, hogy mindig akkor születnek meg a dolgok, amikor megyek, tehát csak, én csak menés közben tudok, tehát így nem tudok számot, én így itt ülök.
mert akkor így nem jut eszembe semmi. Most például elindultunk. Ez az elindulás például mit indított benne? Ez azt arra emlékszem most, hogy milyen voltam, amikor tavaly nyáron nagyon sokat jártam futni. Viszont az is igaz, hogy a futás közben csak egyféle tempóban tud az ember számot írni, abból a tempóval, amiben fut. Tehát más tempóban nem lehet. Sokszor jártam, úgyhogy az első dolog, amit kitaláltam, az annyira jó volt. És aztán elfelejtettem. És az utána már csak már egy ilyen ideaként ér az ember fejbe, hogy fú, az a dolog, amit elsőre kitaláltam, az de jó volt, és most nem sikerül. Közben lehet, hogy egyébként az sem volt jobb. Csak mivel nem írtad le, ezért nem tudhatod. Azért ezeknek van egy ilyen érzelmi megalapozottsága is általában, tehát hogy valami történik az emberrel, és akkor mész, és akkor eszedbe jut, hogy mi történt, és akkor eszedbe jut, hogy na, akkor most ez fog történni. És mi az útja? Nem, figyelj, erre úgy sem lehet, ez úgyis titok marad, tehát erre úgy sem tud, én sem tudok rájönni, hogy ez hogy megy. Meg ez a legnagyobb titok, ami van a világban. Az is jó például, hogy például a hanggyűjtés, azt is nagyon szeretek egyszerűen. Fölvettünk Tihanyba, ilyen japácsakhoz. Átmentünk Veszprémből, és akkor mindenféle zörrejeket fölvettünk, ilyen hajó jön, megy, vízcsobog, meg egyszer így lépkedtünk így hárman a kövön, és akkor mentünk így hárman, és az lett az alap tempója számnak, az a kis kavics, ahogy így megy előre. Például most milyen jó lenne fölvenni ezt a csomogást. Egy ilyen állandó. Voltak ezek az akkori nagy pop kedvencek, mint Rick Astley és Kylie Minogue, ezeket nagyon szerettem. De igazából már akkor volt az apukámnak. Megvette a bizottságnak az első lemezét, amikor megjelent, és azt nagyon sokáig hallgattam valamiért, ez nagyon tetszett. Valamiért. Rick Astley és bizottság, ez a kettő volt, amit hallgattam, meg egy kis metált is, mert az is volt az osztályban, volt egy pár metálos fiú, és bemutatták a mi volt ez a Ride the Sky, ez melyik zenekarnak volt a... voltak ilyen Halloween, meg ilyen nagyon szuper metal zenekarok voltak akkor. Egyébként nekem ez bajom is volt mindig, meg mai napom is bajom, hogy nincs egy ilyen egy stilárisan nincs egy ilyen dolog, amihez ragaszkodnék, mondjuk egyfajta zenei forma, hanem mindig így csapongok, és ez egyébként amennyire jó, annyira rossz is, tehát ez pont, hogy amikor az van, hogy végtelenek a lehetőségek, akkor az mindig nagyobb, akkor az mindig nagyobb feladat megcsinálni azt a zenét jól. I've seen a dream, and I know all those hugging bubbles dancing there, dancing there. Mi a legmarkánsabb különbség az Eric Sumo ben zenéje és az Amorf ördögök zenéje között? Mi mentén akartál mást? Hát először is elmondom a személyes dolgokat, hogy miért kellett másik zenekar csinálni, azért mert én meg akartam mutatni saját magamnak, hogy tudok valami tök mást is csinálni, mint amit eddig csináltam a Szabiékkal. A zenének is a zenéből következő dolgoknak csomószor nem volt hely hagyva arra, hogy kifussák magukat. És ezért is jó, hogy van ez a zenekar, a Eric Sumo zenekar, mert itt zenei gondolkodásban sokkal inkább együtt vagyunk, mint az Amorban volt bármikor. Azért is volt ilyen nagyon nehéz az élet, és azért rontottunk el egy csomó mindent, mert nekem fogalmam sem volt, hogy kell egy zenekart csinálni, amikor az Amorfot elkezdtük. Nem is akartunk, csak azt tudtuk, hogy mit nem akarunk, hogy nem akartunk egy klasszikus rock zenekart dolgot csinálni, hanem ezeket amiket a lemezeken összeraktunk, ilyen hangokat, meg ilyen hangulatokat, meg összetákoltunk számokat ilyen primitív technológiával, azokat így valahogy színpadra akartuk állítani, de nem volt meg bennem egy ilyen tudatosság, nem is értettem hozzá. És hát igen, ott az is az volt, hogy egyrészt az a cirkuszi jelleg, amit már mondtam, hogy ott mindig nagyon sok minden történt folyamatosan, sok ének, sok nagyon sűrű volt az egész a Szabival, sokszor nagyon nehéz volt nekem így dűlőre jutni, meg az egész dolog ilyen nagyon, nagyon tömény volt, ilyen nagyon, nagyon ilyen sűrű volt, és azért is gondoltam, volt bennem egy ilyen igény, hogy csinálják valami tisztább ügyet, amiben nem a
amiben nem a szövegek uralkodnak, és nem a, nem a gondolatok, hanem, a, hanem, a, hanem van tér a zenének. Előadó leszel? Vagy szerző? Kiskorodban? Hát én igazából nem érzem magam előadónak annyira most sem, őszintén szóval. Tehát én... Inkább szerzőnek érzed magad? Én sokkal inkább. Én mindig, ahogy elkezdődött nálam az egész, tehát sokkal kevésbé volt egy ilyen színpadi dolog, mint sem ilyen otthon húzergálós, hangfelvevős, kísérletezős. Zavarba is tudsz jönni színpadon? Vagy? Hát nagyon sokszor azt érzem, hogy nem tudok annyira önmagam lenni. De hát ezt meg kell tanulni rendesen, tehát ez egy feladat, mondom, hogy az ember így helytálljon azért ott is. Akkor szoktam bizonytalan lenni, és akkor szoktak nem olyan jó koncertek lenni, amikor azt érzem, hogy zenére nincs még összeírva a dolog. Meg hát van olyan, amikor én is nagyon szar vagyok, tehát volt egy pár olyan koncert, amikor azt mondtam, hogy nagyon hát ez most kell befejezni, de több persze nem lehet, tehát ezt nem, hogyha már az ember egyszer elkezdte, akkor ezt nem lehet befejezni. Marad a felejté. Igen. Arra is rájöttem az utóbbi, és ez tényleg az utóbbi fél évnek az eredménye, az utóbbi egy évnek az eredménye, hogy azért a popzene, az nem egy ilyen őrültent bonyolult dolog, tehát nyugodtan lehet három akkordos számokat csinálni, hogyha az ember úgy érzi, tehát nem kell túl bonyolítani a dolgokat. Inkább az a lényeg, hogy ezt a három akkordot, ezt hogy fogod le, meg hogy hangszereled. Mostanában így jók szoktak lenni a koncertek, tényleg már most így főleg az Elix Homo zenekar annyira jól összeállt, hogy így nem imbázunk soha. Break my life news, jump by the sea, I don't care, I don't care, I don't care. I've seen a dream, and I know. Meg tudnád határozni, hogy ez milyen féle zene? Mindig találunk rá ki, mert muszáj kitalálni ilyen frappáns dolgokat. Most azt láttam ki, hogy fürdőszobarok, ezt találtam ki, mert a sok szám úgy készült, vagy hát sok szám, nem azt mondom, hogy így készült, de sok szám mögött az a gondolat van, hogy semmit nem csinálok, unatkozok és otthon ülök a kádba. És azt mondtam a legutolsó koncerten, hogy számogatom a szőrszálakat a hasamon. És azt hitték az emberek, hogy viccelek, és ezzel nagyon elkezdtek röhögni közben, meg nem. Tényleg ez van, hogy csomó szám ilyen köldök nézegetős, ilyen világba elbambulós hangulatban született. Persze, elhiszem, akkor is vicces. És tehát nem azon, hogy kiállunk a polondra, és megmondjuk, hogy mi az igazság. Hanem ilyen, van, én azt érzem, hogy bennem is van egy ilyen kicsit ilyen buddhista szemlélődő, én, hogy így nem akarok feltétlenül, hogy beleszólni a dolgokba, inkább így leskelődök, hogy mi is történik. És ezért fürdőszobarok. És a szövegekkel hogy állsz? A szövegek azok meg ilyen, hát egyrészt én azért nem tudok, viszonylag jól tudok angolul, úgy érzem, de nem tudok persze annyira angolul, hogy angolul igazi szövegeket írjak, és ezek nem is igazi szövegek, hanem csak ilyen felhők. Tehát ilyen eszembe jut egy-két dolog, és akkor az mint a festés, hogy elkezdesz itt pingálni. Így körülbelül annyira tudok szöveget írni, mint amennyire festeni tudok. Egyrészt azért is vannak angol számok, mert eleve tudtuk, hogy ez egy német kiadónál fog megjelenni, most miért ne csináljunk angol nyelvű szövegeket, de a fontosabbak az, hogy sokkal könnyebb, nekem sokkal könnyebb angol szöveget írni. Pont azért, mert a magyar szövegeken ott van az iszonyatos súlyos teher, ami a nagyon szövemélyes, nagyon csodálatos, de nehéz magyar költészetnek a ballasztja. Angolul sokkal könnyebb banális dolgokat elsütni, mint magyarul. Magyarul, hogyha azt mondod, hogy jaj, de szeretlek téged, akkor az nem egy... Magyarul angol, az magyarul már ciki vagy nevetséges, ugye? Igen. Mit erre gondolok? Meg hát az egészben van egy ilyen rejtőzködés is, hogy azért én vagyok, de azért mégsem én vagyok. Kicsi maszk. Igen. Nekem inkább a zenélésben, amikor elkezdik áradni a zene, akkor érzem azt, hogy na, akkor én kitárom a szívem, és akkor tényleg itt vagyok én. Mindjárt. Mindjárt.
ilyen fringes számot csináltunk. Mikor szórakozásból hallgatod? Saját magam? Mi? Aha, ez nagyon jó hallgat. Hát nem saját magamat a zenekart jó hallgatni. És egyébként nagyon szeretek itthon lenni így a lemezek meg a könyvek között, szóval hát szeretem ezt az állapotot, amikor itthon vagyok, és akkor így mindjárt el vagyok így itthon. Hogy tetszik neked ez a hogy is mondjam, az egyedül élés? Az egyedül élés? Hát most jó, nyugodtan vagyok. Mondom, itt vagyunk, Szendivel jól el vagyunk. Jó. Érzel ilyen nyomást, hogy el akarják venni az egészségedet? Hát nem. Hát egyrészt hát szerintem az úgy van, hogy az ember annyira pont annyi jut neki ezekből a dolgokból egy előadónak, amennyire ő maga ki akarja használni a helyzeteket. És eddig nem akartam kihasználni a helyzeteket annyira, hogyha kérdésed lényegére válaszoljak, a bulváros kérdésed lényegére, azt gondolom, hogy az igazi társnak a megtalálásában az nem a rajongók köréből folyam, feltétlenül a rajongók köréből fogom megtalálni majd az életem következő nagy szerelmét, hanem mert hogy aki rajong a zenéért, az sose egy egyenrangú viszony, tehát akkor az azt jelenti, hogy ő mindig úgy áll az emberhez, mint hogyha nagyon ismerné, vagy hát legalábbis a zenén keresztül ismerni véli őt, és én viszont semmit nem tudok róla, tehát igazából nincs miről beszélgetnünk. Van valami szempontod, mikor így bejössz, hogy vagy valamilyen keresési, nem hát tudom, algoritmus a fejedben? Hogy... Hát egyrészt így előadókat tudok, hogy mi az, ami érdekel, másrészt meg az egyik borítóraknál is lehet válogatni. Tehát például van egy pár szép borító. Valamit a borítóit veszem meg? Ezután ez zenés borító. Gyönyörű. Sikerült nem retusálni ezt a kis agydöbbenetet, ami itt van szegény énekesnek a homlokán. Úgyhogy ez itt maradt. Ödi azt gondolták, hogy a frizurája, formája? Nagyon jó állapotban levő lemez, tehát ez biztos, hogy megveszem. Nekem a Balaton a Riviera. Nekem a Balaton című lemez, aztán a feldolgoztam, tehát a Makarodott, az az első. Nekem a Balaton a Riviera. Ez például az Őrsözért téren találtam egy ilyen bácsi eladott pár ilyen kis lemezt, ilyen egyébként, ilyen sárgát. De ez újabb, ez megint 70-es évre. És annyira tetszett, hogy azt mondod, hogy ezt muszáj eljátszanom nekünk. Igen, hát olyan jókat kacagtam azon a nevezet. Nem az, hanem ez. Nem mutassatok hülyeségeket a nézőknek. Ez az. Ilyen. Most én is elkezdtem keresni, mint hogyha tudnám, hogy mit keresek. Figyelj, keresél egy jó burítót találjál. Hát ez egy jó szimpul mind, nem azt gondolom. Te külföldön is molyolsz lemez voltakban? Tehát ilyen használt lemezeket keresel ott is? Igen, csak ott is az érdekes, hogyha nagyon olcsón, hogy tudsz, mert drágán, mert bármilyen lemezt meg lehet kapni, nagy híres lemezeket meg lehet kapni drágán bárhol, de az a nagy feladat, hogyha ilyen jó kis 50 centes, az 1 euró. És akkor mit csinálsz? Elindulsz, minél kisebb utcák felé tartasz egy ismeretlen városban? Múltkor, amikor Berlinbe koncertoztunk, volt egy jó kis hely, voltak lemezek, és akkor nagy nehezen kihaláztam egyet 1 euró. Más 1 euró 50 volt, és lerakultam 1 euróra. Én nem is érzem magam annyira énekesnek, tehát én pont azért is jó, hogy van ez a zenekar, az Amorphoz képest, mert nagyon keveset énekelek, tehát mondjuk így maximum 3-4 számba énekelek, és a többi meg a lányok énekelnek, mert ők tudnak énekelni velem. Ellentétben inkább ilyen vokálozom, vagy ilyen egy pár témát én énekelek, de az inkább csak ilyen jelzés. A tisztaságot én sose zenei szempontból értelmeztem, mert az, hogy valaki tisztán énekel valamit, attól meg lehet rémesen szar is. Tehát az, hogy valaki tisztán tud énekelni, vagy nem hamis, az inkább ilyen lelki értelemben gondolom a hamisságot a zenében fontosnak. Tehát hogyha valamit elénekelsz, akkor azt tényleg gondolod is úgy, ahogy elénekeled. És akkor nem lesz hamis, hiába énekelt hamisan a hangot. Ez most patetikusan hangzik, hogy ilyen közhelyszerűen hangzik, de ezt abszolút így gondolom.